Szegeden ugye volt egy Ferenc elleni mérkőzés, ami nagyon sokáig szoros volt, és hát láttam rajtad, hogy kifejezetten megviselt a vereség, és hogy ugye a végjátékot nem tudtuk megnyerni. Igen, megviselt, már úgy gondolom, hogy a játszó emberek nélkül is egy nagyon jó mérkőzést tudtunk játszani. Én nagyon büszke voltam a csapatra, mert az elejétől kezdve úgy mentünk neki a meccsnek, hogy bármi lesz, akkor emelt fővel jöjjük le a pályáról, és szerintem elmondhatjuk azt, hogy ez így is történt. Mennyit vett ki belőletek ez a mérkőzés, hiszen ugye, főleg úgy, hogy Rékáról ugye nem tudjuk, hogy játszhat-e vasárnap, kifejezetten kicsi lett a rotációnk. Nyilván mondtam szerintem mindenki nevében, hogy aki pályára került, mindenkiből valamilyen szinten kivett, de úgy gondolom, hogy megkaptuk a kellő pihenést, hogy vasárnap maximálisan tudjuk teljesíteni. Készültünk egész héten, hogy centerbe ugye extra magasak és dominálják a festéket gyakorlatilag minden csapat ellen, és nyilván nekünk nincsenek ilyen kaliberű belső embereink, sem magasságra, sem fizikumra, és természetesen megküzdöttünk ezzel a problémával. És még ezt is azt gondolom, hogy elbírtuk volna, hogyha a második fél időben nem 0-11 a három pontos mutatónk, és legalább két kosarat betalálunk kintről. Akkor hozunk bele egy kis vidámságot. Ugye a csapat életében most megjelent egy olyan történet, hogy minden edzést egy ilyen speciális bemelegítő gyakorlattal kezdjük. Hogy jött ez az ötlet? Ki hozta az első játékot? És például ma mi lesz a menü? Krisztián ötlete volt az, hogy minden nap megkúban osztva, hogy ugye valaki tartsa a bemelegítést. Én voltam az első, ez most már múlt hét pénteken kezdtük el. Úgy gondolom, hogy ez egy ötlet, kicsit jó hangulatban, vidáman tudjuk elkezdeni az edzést, és szerintem utána sokkal jobb a folytatás. Bőrrotáció ide vagy oda, azért az utóbbi meccseken a Cegléd, finoman szólva, sem azt mutatta, hogy verhetetlen csapat lenne. Most erre mit mondjak? Ez meg mindig úgy szokott lenni, hogy a sok rossz után jön egy jó. A nagy számok törvénye alapján, úgyhogy előbb-utóbb elkezdenek ők is, azt gondolom, jó kosárlabdázni, hiszen kiváló keretük van, tapasztalt, rutinos játékosok, jó fiatalokkal, úgyhogy előbb-utóbb valószínűleg ki fog jönni a teljesítmény. Abba bízom, hogy nem vasárnap, és tényleg tudunk egy kiki mérkőzésbe bemenni a végletekig, és akkor meglátjuk, hogy győzzön a jobbik. Ugye tévés meccs lesz ez a vasárnapi, nem az első a csapat életében, viszont eddig tévés meccseken még nyeretlenek vagyunk. Szerinted milyen hatással lesz ez a csapatra, hogy ott lesznek a kamerák is? Hát igen, ahogy mondod, eddig sajnos nekünk ez a tévés meccs, ez nem úgy alakult, ahogy szerettük volna az elmúlt években, viszont ezen szeretnénk változtatni, és szerintem az egész csapat ez motiválni fogja, hogy végre húzzuk az bizonyos tévés mérkőzést. Úgyhogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy emelkővel tudjuk feljönni a pályáról, szerintem ez egy nagyon fontos. Keresd minket a közösségi médiában, és gyere el ingyenes hazai mérkőzéseinkre a Ludovika Arénába. Hajrá csata!